15 évesen kezdett vívni, 4 olimpián szerepelt, nyert 4 aranyérmet, bajnokká segítette nagy tímeát és 100 szemesét, ahogyan az olasz férfi csapat tagját is. Kulcsár Győző életéről Kő András Párbajtőr Paganini címmel írt könyvet, vele idézzük fel e sokrétű és nagy ember örökségét. Jó reggelt kívánok, szervusz András! Jó reggelt! Ha fél évszázadonként születik csak ekkora penge művész, ahogyan ezt te mondtad, akkor egynek már kellett születnie Kulcsár Győző óta. Ki mutatkozott szerinted az elmúlt 50 évben leginkább kulcsári méretű párbajtőrözőnek, vívónak? Hát mindenek előtt a csapatot kell említenem, amelyik ugye háromszor győzött olimpián, meg világbajnokságot is nyertek, de az a stílus, ahogy Kulcsár Győző vívott, az a technika, az egyéni volt. Emlékszem, hogy jól lehet, én nem voltam ott, de hallottam, hogy 1968-ban a mexikóvárosi olimpián Vas Imre bácsival iskolázott. És olyan iskolát mutattak be, hogy az egész terem őket figyelte, filmezték. Tehát olyan klasszikus vívást mutatott be, ami szinte hihetetlen. Ha az embert, az egész embert nézzük, akkor úgy válaszolhatok a kérdésedre, hogy hozzá hasonló nem nagyon volt a magyar sportban. Hát, nagyon, nagyon nagy a veszteség, úgy érzem. Emlékszem, mikor Grosics Gyula meghalt, akiről szintén írtam könyvet, vele kapcsolatban is ezt éreztem. Kulcsár Győző egy másfajta típus. Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom az ő egyéniségét, akkor azt mondanám, hogy a Páston megalkotta a játék apoteózisát. Mindenben játékos volt, az élet minden területén. Na most volt egy mondata, ami soha nem felejthető. Itt szól, hogy a csomóra is csomót kötöttem. Tehát, hogy túljárni a másik eszén. Ugye tudjuk, hogy a vívás az nagy agymunka is. Na most hát ez az ember, ez egy okos, művelt, műszaki egyetemet végzett ember volt, tehát nincs hozzá hasonló. Na. Stílusos, elegáns, tartásos. Stílusos, elegáns, sármőr. Igen, igen. Ugyanakkor bohém. Mindenki szerette. Hát azért Magyarországon ez nagyon ritka, a sportvilágában is. Fenyvesi Csaba azt mondta róla, hogy rettenetes, hogy engem nem szeretnek úgy, mint a Kulcsár Győzőt. És ez sokat mond, ez a mondat. Szóval egészen hihetetlen. És a másik, ami, ahogy jöttem ide a stúdióba, eszembe jutott, hogy hát nagy beszélgetéseim voltak vele a családi otthonában, Rákospalotán, amikor a könyvet írtam, és fantasztikus, tisztán, jól fogalmazott. És nem az volt, hogy nem, ez nem így van, stb. Amit ő mondott, az úgy volt. Egyébként is, ha ő valamire átmondott, akkor hiába bizonygatták, hogy az B, akkor ő ragaszkodott ahhoz, az A-hoz. Ebből azért akadhattak konfliktusai élete során, hogy ebből a szempontból egy makacs, tisztességes ember volt, vállalt bármilyen konfliktust is az igazságai érdekében, igaz? Teljesen egyetértek, konok és makacs ember volt, és nagyon sok konfliktust vállalt. Ugye nekem szerencsém volt, mert amikor én a Nézsportban az úgynevezett vívás szakértője voltam, akkor ő kapitány volt. És én nagyon sokat jártam velük külföldre, és különben is nagyon közel álltunk egymáshoz, mert ugyanabban az iskolában, a József Attila gimnáziumban érettségiztünk, ő egyel fölöttem, de a bátyámmal járt egy osztályba. És én érzem, hogy engem kedvelt. És ez nagyon jó érzés volt, mert hát én is belementem sok konfliktusba. De a Győző kegyetlen volt ezekben a konfliktusokban, szóval vele nem lehetett kikukoricázni, hogy így mondjam. Hát egészen hihetetlen egyéniség volt, szóval engem személy szerint is nagyon megviselt. Hát gondoljon bele a néző, hogy
hónapokig dolgozom egy könyvön, rengeteget beszélgetünk, és a végén már azt mondtam, hogy Győző, én befejeztem ezt a könyvet, de azért jövök, mert a Fóna Zsuzsi, a feleséged olyan finom ebédeket csinál, hogy én azt megszoktam és szeretném. Szóval humora volt, stílusos. A másik, amit én a Vívóktól tanultam meg, de Kulcsár Győzőtől is, hogy a riposzt kötelező. Érted? Tehát ha te azt mondod nekem, hogy miért ilyen ing van az akóthoz, ez nem illik, akkor nekem erre válaszolni kellett. Nem lehetett válasz nélkül hagyni. A riposzt a páston is, meg a verbálisan is kötelező. Igen. Na most András, én egyébként azt hittem, hogy Kulcsár Győző 100 évet fog élni. Mindig olyan életerős, friss és idősen is, hát egy remek tartású férfi volt. Erővel viselt a betegség pusztítását? Te mikor beszéltél vele utoljára? Hát ez is félelmetes, mert most fejeztem be a Kamuti Jenőről írott könyvemet, és most folynak az utó szerkesztési munkálatok, és a Jenőtől pontosan értesültem mindenről. Tudnék, ő a betegségétől eredően, amikor kiderült, hogy hasnyál mirigy rákja van, azt mondta, hogy csak egy emberben bízik, és ez a Kamuti Jenő. És így is történt. Kamuti meg is mondta a betegségét, stb. És úgy élt, ahogy a Jenő mondta. Tehát a Jenő állandóan közvetítette nekem, hogy mi van. Sose felejtem el. Jenő 80. születésnapján ott ültem Győző mellett, és azt mondta, hogy van egy probléma. Mondom, mi? Azt mondja, nem ízlik már a fröccs. Na most tudni kell, hogy ő nagyon szerette a fröccsöt, de hát a gyógyszerek, egyebek, stb. Nagyon jó állapotban volt. Sokáig, és egyszer csak, körülbelül egy hónappal ezelőtt Jenő mondta nekem, hogy elájult a Balatonon, rosszul lett, és a felesége hozta fel Pestre. És akkor bekerült a kórházba, akkor kikerült, és nagyon hamar megint bekerült. És ez egy rossz jel volt, mert a Jenő, aki nem szokott ilyet mondani, mondta nekem, hogy hát sajnos rosszabbodnak a dolgok, és ennek a betegségnek az a lefolyása, hogy felgyorsulnak az események. És 10 nappal a halál előtt még nekem elintézett valamit. Telefonon beszélgettünk, és elintézett valamit. Hát nagyon fájdalmas a vesztesége. Mi volt ennek a világszinten is kivételes klasszisnak, és kivételes klasszisnak nem csak versenyzőként, hanem edzőként, meg hát emberként is nevezhetjük Kulcsár Győzőt. Szóval mi volt az igazi titka szerinted? Nagyszerű fizikai adottságok, a páston, meg persze edzőként is hatalmas technikai tudás, meg a tanulás képessége. Technikailag fantasztikus 52 éven keresztül ott van, tanul edzőként is, és még mindig az élvonalban van, tartja a tempót. És hát amiről beszéltél, ehhez én azt gondolom, hogy talán a szellemiség, az intelligencia az egy kulcs, hogy őt megértsük, nem? Igen, ezzel egyetértek, és én utaltam erre, hogy a vívás, hogy gondolkodó mesterség, hogy ezt mondjam. Volt neki egy mondata, azt mondta nekem, hogy szó szerint idézem, kutya kettő lettem volna, ha nem Vas Imrével hoz össze a sors, és én nem leszek ilyen jó vívó, meg jó mester. Mert mesterként is megkérdeztem, azt adta át, amit ő tanult a Vas Imrétől. Tehát ez egy óriási szerencse, vívásban rettenetesen fontos, hogy ki a mestered, lásd, Bai Béla, stb. Itt egyedül nem lehet boldogulni. Tehát ő a kályhát, hogy így mondjam, a Vas Imréhez kötötte, meg az ő adottságához. Ezt ugye tudta használni. Végül azt mondd meg, Szászemesét hagyta most itt, mint legutóbb csúcsra vitt tanítványát, de hát ki viszi akkor tovább mesterként, edzőként, tanítványként ezt a kulcsári vívóörökséget? Bockó Gábort idézem, minden egyes edzés után úgy éreztünk, hogy végünk van, szinte kizsigerelt minket a páston, de abból tudtunk erőt meríteni, és ez vezet sikerre. Jó lett volna még néhány évig nézni ezt a gyönyörű mozgást, ám sajnos elveszítettük, így most már azon kell dolgoznunk, hogy a szemléletét és a munkamódszerét tovább vigyük. Ki viszi tovább? Pesszimista vagyok. Pali, pesszimista vagyok, mert amit a Kulcsár tudott, azt senki nem viszi tovább.
Ez egyébként a magyar vívásnak nagy tragédiája, hogy egy Nedeczky György meghalt. Azt mondta Bárány Árpi, aki nagyon jó párbajtőr vívó volt, hogy amikor Kulcsár Győzőt láttuk vívni, és láttuk mesterként működni, akkor úgy éreztük magunkat, mint ahogy Salieri érezhette magát Mozart zenéje hallatán. De nem viszi tovább senki. Ezért súlyos a veszteség. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen.